van, akinek két állása is van. Mi is tudjuk. Hát mi is tudjuk, hogy nem lehet megélni egy állásból. Hát önök ezzel beismerik, hát, de nem csak, hogy egy állás, hanem az ország fele fekete munkán van, a minimálbére vagy a valamilyen bére mellett. 9 év fantasztikus gazdasági progresszivitása ezt okozta. És ehhez képest önök most idehozzák ezeket a törvényeket, ami azt fog eredményezni jövőre, hogy nem úgy fizetésemelésre nem lesz, hanem még fizetéscsökkenés, és egyáltalán még dolgozhatnak 13-14 hónapot is az emberek, mert ők ezt szeretnék, persze ugyanúgy, mint a nyugdíjas bányászok, akik le akarnak újra menni a bányába, ezt is hallottam itt pár héttel ezelőtt, és hogy ők jöttek önökhöz, hogy ugyan már teremtsenek lehetőséget, hogy megint lemehessenek vájárkodni, teljesen nyilvánvaló, hát ez a valóságbolygó, igaz? Hát én azt gondolom, hogy ez a törvénnyel önök beismerik azt, hogy önök elrontották az elmúlt 9 évet, és egyébként ellopták Magyarországnak a jövőjét is egy jó időre. Nagyon kérem önöket, hogy ne szavazzák meg ezt a törvényt. Köszönöm szépen!